sátánista pedofil hálózat prominens demokraták vezetésével, akik állítólag gyerekeket rabolnak. Megeszik őket, és a vérüket isszák, hogy örökké éljenek. Donald Trump, amerikai elnök a megmentő. A küldetése az, hogy leszámoljon ezzel a gonosz csoporttal, és már tervezi is a tömeges letartóztatások napját, amikor például Soros György, Bill Gates, Tom Hanks és Oprah Winfrey is rács mögé kerül. Ez az őrült agyszülemény az alapja a modern idők egyik legbizarabb összeesküvés elméletének. A QAnon teória az interneten született meg az Egyesült Államokban, és szélsebesen elterjedt az egész világon, amire a koronavírus járvány is rásegített. A QAnon mozgalmat szimbolizáló transzparensek Európában először a járványügyi korlátozások elleni tüntetéseken jelentek meg Berlinben, Londonban és Párizsban. Német szélsőjobboldali szélsőségesek kezében is ott voltak, amikor megpróbálták megrohamozni a német parlamentet. Konstanzban vagyunk a második legnagyobb németországi tüntetésen, amelyet augusztus óta a koronavírussal kapcsolatos intézkedések ellen szerveztek. Itt minden politikai árnyalat képviselteti magát. A szélsőséges szimbólumok használatát a német hatóságok betiltották ugyan, de a QAnon elmélet hívei észrevehetően jelen vannak. Az a tapasztalatom, hogy a kormány megpróbál megosztani minket a korlátozásokkal. A német állam kontroll alatt áll. Azért jöttem ide, hogy minden ember érdekét képviseljem, a QAnonét is, mert az is azt mondja, hogy egyre megosztottabbak vagyunk. Az összeesküvés elméletek kutatói szerint a járvány a QAnon mozgalom katalizátoraként működött. A vírus okozta bizonytalanság is a QAnon hívek malmára hajtotta a vizet. Ez egyfajta meta összeesküvés, amely sokféle könnyen átvehető teóriát ölel fel. Az, hogy van egy mindent kontrolláló világhatalom, amelyen néhány megmentő figura, mint mondjuk Donald Trump szembe száll. Nagyon könnyű átültetni például franciára. Így lesz Macronból a németek bábja, Merkel pedig a világhatalom kiszolgálója. Így vonzotta magához a QAnon Európában a különböző ideológiájú embereket, akik aztán válogathattak a narratívák szélsőséges skálájából. Egyesek oltás, mások letelepedés ellenesek. A Covid tüntetések alapja és az összeesküvésekbe vetett hit részben átfedik egymást. Olyan, mintha manipulálni próbálnának minket, hogy megijesszenek. Szerintem a járvány adatok eltúlzottak, amik által kontrollálni akarnak minket. Bár a QAnon már a való világba is átjutott és szóbeszédtárgya lett, eredetileg a közösségi médián született meg. A QAnonnal kapcsolatos tweetek 3 év alatt 5 millióról 12 millióra nőttek. A legtöbb ilyet az USA-ban írták, de az Egyesült Királyság szorosan ott van mögötte. Németország pedig az 5. a listán. A weboldalak megbízhatóságát értékelő NewsGuard szervezet részletes jelentést tett közzé az európai QAnon mozgalomról. Körülbelül 450 ezer QAnon követőt azonosítottunk Európa szerte. A különböző webhelyeken, közösségi média felületeken és csoportokban csak 2019 végén kezdett terjedni a teória, és néhány hónap alatt kiugróan sok követőt sikerült összegyűjtenie. A QAnon elnevezés a Q Anonymous szóból ered, ahol a Q betű bárkit jelenthet, valakit a Trump adminisztrációból, egy katonai hírszerzőt, egy magas rangú biztonsági figurát, vagy bárkit, akinek hozzáférése van szigorúan titkos információkhoz. A közösségi média egyes platformjai elkezdték írtani a QAnonnal kapcsolatos profilokat. A Twitter a 7000 legaktívabb fiókot kitiltotta, de 93 ezer még mindig érvényes. A Facebook is megszüntette a QAnon témájú oldalakat, csoportokat és Instagram fiókokat. Az elmélet azóta egy másik online platformon, a Telegramon nyert teret.
QAnon mozgalom kommunikációs módszereinek az alapja a megtévesztés és a félretájékoztatás. Olyan állításokat, forrásokat vagy idézeteket terjeszt, amelyeket tényekkel nem lehet igazolni. Orvos vagyok. Amit én mondok, annak tudományosan bizonyított alapja van. Nem viselek védőmaszkot, soha nem is viseltem, mert veszélyes, főleg a gyermekekre. Németországban 3 gyermek is meghalt a maszk miatt. Ezt kimutatták? Már közel vagyunk hozzá. A német rendőrség azonban tagadja, hogy így lenne. Nincs rá bizonyíték, hogy gyerekek halálát okozta volna a védőmaszk. Azt tanácsolná az embereknek, hogy ne hordjanak maszkot? Igen, ne hordjanak. Az immunrendszert kell megerősíteni, amit 2-3 hét alatt el lehet érni D3 vitamin szedésével. Ön orvos? Nem, autószerelő vagyok. Azok, akik D3 vitamint szednek, nem halnak bele a betegségbe. Ez egy tanulmány a Daily Mailből. Az egy újság. Igen, az. Pia Lamberti német szociálpszichológus fellebbenti a fájtlat a QAnon sikerének titkáról. Az összeesküvés elmélet terjesztésével különlegesnek érezheted magad. Te vagy az, aki tudja az igazságot. Mindenki más naív, vagy pedig a rendszer, azaz az összeesküvés része. Van erre egy német kifejezés, az alvó birkák. Azokat hívják így, akik nem hisznek az összeesküvésben. Mindenkiért imádkozom, akinek sikerült eltávolodnia a fősodortól. Jó lenne, ha még többen felébrednének. A QAnon mozgalmat az FBI nemzetbiztonsági kockázatnak minősítette. Az USA-ban a QAnont kapcsolatba hozták egy gyilkossággal és több letartóztatással is. Az európai követők, főleg Németországban, többnyire a szélső jobb oldalhoz tartoznak. Szakértők szerint ez aggodalomra adhat okot. Az összeesküvés elméletekbe vetett hit erőszakhoz, radikalizálódáshoz vezethet. Egy kutatás szerint az összeesküvés elméletekre hajlamos németek 25%-a azt állítja, hogy erőszakot is alkalmazna céljai megvalósításához. A QAnon bekerült az amerikai köznyelvbe, legalább 20 republikánus kongresszusi jelölt nyíltan támogatja, és Donald Trump sem határolta el magát tőle. Szakértők szerint a mozgalom túl veszélyes lett ahhoz, hogy figyelmen kívül lehessen hagyni.